Mai vendégem a magyar könyvszakma egyik meghatározó alakja, dr. Fodor Péter, művelődés szervező könyvtáros történész, aki 1998 óta a fővárosi Szabó Ervin könyvtár főigazgatója, akárhogy is számolom már több mint 25 éve. Negyed állsz az ország legnagyobb könyvtári hálózatának élén. Ötször pályáztál és ötször erősítettek meg a tisztségedben, de már nem sokáig maradsz a Szabó Ervin könyvtár élén. Miért döntöttél úgy, hogy abba hagyod és nem pályázol tovább? Kétségtelen tény, hogy ez az egész pályafutásomnak mondhatom nyugodtan, hogy a legmagasabb szintje, hogy az ember egy negyed századon keresztül egy nagy Kulturális intézménynek az élén dolgozhat, és ehhez valóban, ahogy fogalmaztál, megkaptam minden alkalommal a maximális támogatást és a maximális bizalmat. Most hatodjára is szóba került ez, én döntöttem így, hogy részben az életkorom miatt, részben pedig azt gondolom, hogy egy negyed század egy intézmény élén az mindig egyfajta mérlekkészítéssel kell, hogy járjon. Másrészt pedig azt gondolom, hogy az a dinamikus változás, ami többek között a könyvtári életben, a könyvtár használat, az olvasók, a használók, a látogatók szokásainak nagyon gyors változása miatt van, az nyilvánvalóan egy olyan új megközelítést igényel, ami természetesen lehet egy folyamatos megújulásnak a része is az ember, de úgy gondolom, hogy van egy ilyen mondás, hogy akkor kell abba hagyni, nem amikor a csúcson van az ember, amikor a csúcs közelébe van. És ezért döntöttem így, amit a főváros vezetése el is fogadott, megértett, és hát az utódom pedig tíz évig dolgozott velem, nem véletlenül választottam őt, és azt gondolom, hogy részben lesz egyfajta folytatása az eddigi munkának, és biztos vagyok benne, és nagyon remélem, hogy egy nagyon komoly megújulás is. Mindenképpen beszélni fogunk arról, hogy hogyan is áll ma a Szabó Ervin könyvtár, meg ugye általában a könyvtár úgy Magyarországon, de egy kicsit beszéljünk rólad, vagy a pályádról, Nyíregyházán születtél, tehát nem vagy Pesti, a könyvtárakhoz talán egyenesebb utad is volt, mint az, hogy a legnagyobb budapesti könyvtár. Hát ez, 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 kétségtelen. Számomra gyakorlatilag négy település, város az, ami meghatározó volt az életemben, nyilván Nyíregyháza, utána Debrecen, amikor átköltöztünk középiskolás koromba, utána Balmazújváros, ahol kezdtem a szakmai pályámat, és akkor újra Debrecen, majd Budapest, tehát ez a négy város. Ezek közül nyilván mindenki számára a legmeghatározóbb, úgy gondolom, a szülőhely, a szülőváros, és valóban könyvtárral egyáltalán nem is könyvtárban, könyvben való gondolkodásban ott találkoztam legelőször. Én nagyon hálás vagyok, Mindenkinek, aki valamilyen formában tanított. Tehát az óvodától kezdve, tudom, hogy ez így furcsán hangzik, közel, közel a 80-hoz, de én nagyon nagy hálával gondolok minden pedagógusra, akinek a keze alatt lehettem és voltam, egészen az egyetemmel bezárólag Kitűnő emberek, kiváló személyiségek voltak. És hát például az, hogy rendszeres olvasóvá vált az ember, és gyerekkorába, ez mondjuk az első osztályba dőlt el, amikor nekünk megtanítottak bennünket olvasni. Nem tudom, hogy csinálták, de évvégére mindannyian olvastunk. Nekem nagy problémát jelentett a G betű, erre ma is emlékszem, de azt tudom, hogy Gyuri megy a Győri gyufagyárba. Tehát ezt azért megjegyeztem, de az egy óriási dolog volt, hogy 8-9-10 éves gyerekként bejárhattunk, mind, sőt, kötelező volt minden szombaton a szertárba bemenni, ahol természetesen jelen volt a csontváz, kitömött madarak és rengeteg könyv. És nem volt korlátozás, azt vettük le a polcról, amit akartunk. Te egyébként értelmiségi családból származott? El? Nem. Otthon könyvek voltak a polcon? Otthon voltak könyvek, de nem értelmiségi családból, de erre való jelentős igény az természetesen megvolt, és hát ehhez kapcsolódik nekem egy nagyon komoly élményem, hogy például az apukám vasárnap délelőtt mindig elbeszélgetett velem kis Gyerekként, hogy például mit olvastam azon a héten. Ő azt pontosan tudta, hogy milyen könyvek voltak a kezembe, és mindig föltette a könyve, vagy föltett a könyvvel kapcsolatban különböző kérdéseket. De ez egy a beszélgetés során. És nekem gyerekként meggyőződősen volt, hogy ő ezeket olvasta. Aztán, amikor már felnőttebb lettem, beszélgettünk, már nekünk is voltak gyerekeink, akkor kiderült, hogy ő nem, ő a fülszöveget, a tartalomjegyzéket, vagy az ismertetőt nézte, csak abba akart nekem segíteni, hogy ez egy folyamatos dolog, hogy olvasni kell, és azt pedig meg kell tanulni értelmezni. Tehát itt nálunk nagyon jól találkozott a pedagógiai szándék, már mint az iskolai, meg a családnak a szerepén. Ezt azóta vallom, hogy ahhoz, hogy olvasók legyünk, abban meghatározod, hogy a családnak milyen szerepe, szerepe van, és az, hogy a, ezt a pedagógusok egyáltalán az oktatási rendszer hogy tudja elősegíteni és támogatni. Hát az mindenképpen, hogy valaki olvasóvá lesz, az nagyon erősen függ attól, hogy otthon mit lát, lát-e könyveket, meg olvasó szülőket, de azért abból nem következik, hogy valaki könyvtárszakra menjen. Mi vonzott téged oda a könyvtárak rendje, meg kiszámíthatósága, vagy éppen az olvasás szabadsága? Ez melyik az, ami jobban motivált? Hát ha most bevallom ezt így, akkor mindenki mosolyogni fog. Egyáltalán nem erről volt szó, egyszerűen katona voltam. És akkor az volt, sokan voltunk, 45-46-47-es születésük, ahogy említetted is, és akkor az volt egy olyan lehetőség, hogy aki egyetemre, főiskolára jelentkezik, fölveszik, azt leszerelik. Azért ennél nagyobb motivációt nehezen tudok az olvasáson túl elképzelni, de ez csak vicc volt. És akkor én nézegettem, hogy hova lehetne biztosan felvételt nyerni. Egy döntő dolog volt, hogy magyar könyvtár, vagy magyar történelem szak. Legyen a felvételi, ez a népművelés könyvtár szakon volt. A népművelésről akkor kevesebbet tudtam a 60-as évek közepén, természetesen. A könyvtáról voltak élményeim, és jelentkeztem, fölvettek, és onnantól kezdve gyakorlatilag ráálltam, ha szabad így fogalmazni, erre a pályára. De ha jól értem, akkor nem könyvtárosként indultál el, hanem a közművelődésben nem. Nem. kezdtél el nem. dolgozni ráadásul Balmazújvárosban, ahogy, ahogy mondtad is, művelődési házban jártad végig, a, a egy művelődési háznál végig járható szamárletrát volt a előadó, aztán igazgató. Egy alföldi kisváros kulturális élete a 60-as, 70-es években azért az nagyon nem hasonlított a fővárosihoz már. Akkor sem gondolom. Biztos, hogy nem. Balmazújváros azonban kivétel volt, mert ott 1965-ben a település saját pénzéből akkor 12,5 millió forintért épített egy hatalmas művelődési házat, egy 600 személyes színházteremmel, klubszobákkal, előadótermekkel, ami akkor hajdubiharban harban meg az országban is egy kiemelkedő jelentőségű volt. Ezt mindig el szoktam mondani, hogy ebből még országgyűlési polémia is volt. Veres Péter ugye a Balmazújvárosi volt képviselő volt, és azt hiszem Timármátyás volt akkor a pénzügyminiszter, és köztük volt egy vita, hogy kell -e egy ilyen településre ekkora kulturális intézményhez nem volt se állami támogatás, se megyei támogatás. Viszont ez egy olyan lehetőséget adott nem csak a településnek, hanem a környezetnek is, ami egy egészen másfajta kulturális életet tett lehetővé. Ráadásul ehhez kellett egy olyan személyiség, aki a kezdettől fogva az igazgató volt, Túróci György, aki egy színházi ember volt, rendkívül ötletes, agilis, óriási dinamikával rendelkezett. Én még középiskolás koromból ismertem, és ő csábított engem oda dolgozni, majd bármilyen hihetetlen egy év után közölte, hogy ő megy Debrecenbe, és én leszek az igazgató. Na most azért 22 évesen egy ekkora háznak, egy ekkora településen a kulturális életben meghatározó szerepet kapni, azért ez egy elég, ma így mondanák, nagyon nagy kihívás volt. Nem beszélve arról, hogy az életkorom miatt is meg kellett tanulnom például elfogadtatni magamat. Azzal együtt, hogy egy évet ott már dolgoztam, tehát azért volt bejárásom az iskolákhoz, különböző gazdasági szervezetekhez, de azért ez egy óriási lehetőség volt. Nem, nem mindenkinek adatot, meg ez kétségtelen. És én ezt követően hat évig voltam ott az intézmény vezetője és aztán tovább mentél Debrecenben. Hát igen, csak azért még megemlíteném, azért ott néhány olyan dolog történt, ami a későbbi pályámat valamilyen szinten mindig befolyásolta. Az egyik az volt, hogy Veres Péter halála után, hogy az intézmény fölvette a Veres Péter nevet. Ennek elég nagy országos vízhangja volt annak az ünnepségnek, ami akkor történt. Te egyébként találkoztál Veres Péterre? Én nekem megadatott, hogy találkoztam vele, sőt, két élményem van. Az egyik az, hogy 1969-ben indult a röpőpáva, és annak az első adása Makon volt, amit Erdei Ferenc vezetett be, a második adás Balmazújvárosról volt, amit Veres Péter vezetett be. De előtte is találkoztunk már, és az a megtiszteltetésért, hogy meghívott a Gárdonyi Gézauti házába, abba a kis házikóba, ahol ő alkotott, ő írt. Hát ez a halála előtt körülbelül egy fél évvel volt. Persze találkoztam vele, utána megcsináltuk a Veres Péter emlékházat a Déri Múzeummal közösen, majd két év múlva pedig egy olyan helytörténeti múzeumot, aminek az anyaga több évtized alatt elsősorban pedagógusok révén és egy fantasztikus Harangi Józsi bácsi, aki egy hihetetlen személyiség volt, ö, ő gyűjtötte, ő mindent tudott, ő nem volt se pedagógus, de egy olyan ösztönös, ö, így is mondhatnám, kulturális értéket összegyűjtő ember volt, akit a településen mindenki ismert és mindenki tisztelt. És hát emellett azért figyeltünk arra is, hogy azért Sósimre ott született, sarkadémre életének egy-két évét ott töltöttem, mint pedagógus, és ott született a Kútban című novella, amiből Fábri Zoltán ugye a körhintát forgatta, és csinálta, és Sósimre játszotta a főszerepet. És azt gondolom, hogy mindazok a törekvések, amelyek a helyi közösségek létrehozására, segítésére, klubokra, szakkörökre gondolok, akár a képzőművészeti szakkörre, honnan kitűnő művészek kerültek ki később, de ez volt az alap vagy a ö, úttörő függvós amely nem csak Magyarországon, hanem Európában is nagyon híres volt, több évtizeden keresztül működött Adamocki Béla vezetésével. És egy csomó olyan programot sikerült megcsinálni, és olyan embereket megnyerni, meghívni előadó estre, író, olvasó találkozóra, hogy Valmazújváros részese lett valóban a kulturális életnek, és valóban meghatározó volt. Számomra meg különösen. Ez természetes út volt akkor egy fiatal közművelődési szakembernek, hogy elindul egy kisvárosból, aztán egy nagyobb város, és a, és a, a vége Budapest? Tehát hogy egyszer csak megérkeztél Igen. Debrecen érintésével Budapeste közben doktoráltál az eltén n szóval, tehát Így tervezted az életutadat, vagy egyszerűen ez volt a természetes menete? Lehet, hogy nagyon furcsa lesz, amit mondok. Én soha nem kerestem magamnak állást, vagy feladatot, igen, de állást vagy pozíciót nem. Mindig fölkértek, volt, amit elfogadtam, volt, amit nem. Az kétségtelen, az talán természetes volt, hogy Balmazújvárosból egy hét év után a családdal együtt beköltöztünk Debrecenbe, ott is volt feladat. Hívtak utána Pestre, jöttem. És hát nekem az, hogy a későbbi pályámon mondjuk eljutottunk a közművelődéstől a közgyűjteményig, abban benne volt az, hogy én intézményben kezdtem, és akkor halálpontosan megtanultam, hogy egy intézményben dolgozni az azért nagyszerű, mert ha kudarc van, akkor az a vezető kudarca. Ha eredmény van, azért a közössége, amelyik ott dolgozik, és ezt nem szabad senkinek soha elfelejteni. Ez egy nagyon fontos tanulság volt éppen Balmazújvároson. A másik pedig, hogy egy intézménybe közvetlenül érezheti az ember, hogy honnan, hova jutott el az igazgatásba, irányításba, ezek mindig áttételként jelennek meg. Tehát én dolgoztam mind a két területen, de azt gondolom, hogy az intézményi lét volt számomra mindig az, ahol az embernek lehetett sikerélménye alkothatott, és az, hogy én eljuthattam az ország legnagyobb, ahogy te fogalmaztál, az ország legnagyobb könyvtárába, az nyilván ilyen szempontból az előéletemmel maximálisan összefüggött. Ugye a 80-as években az irányításban dolgoztál, a művelődési minisztériumban voltál közművelődési koordinációs főosztályvezető. Hát mondhatjuk ezt, és még mi mindig nagyon fiatal voltál, hogy te voltál a közművelődésnek a legfontosabb hivatalnoka? Ez talán így túlzás. Ez azért jött létre, mert korábban a közművelődési tanács az a kormány mellett volt tanácsadó szervezet, és 80 6-ban megszüntették ezek egy részét, és a közművelődés értelemszerűen a művelődési minisztériumba került, ott alakult újjá. Éppen a napokban volt egy nagyon izgalmas online beszélgetés azoknak a részvételével, akik kor tanúi lehettek ennek az időszaknak, éppen a 50 éves közművelődési tanácsról. Amikor a minisztériumban ott két olyan feladat volt, ami egyértelműen a, ennek a társaságnak volt a feladata, az egyik, hogy egy olyan kulturális, ma úgy mondanák stratégiának a kidolgozása, ami részben egy minőségi váltást jelentett, részben egy szemléletét, és ebbe valamennyi művészeti terület benne volt, a közmű, az akkor egyre szélesedő közművelődési terület és a közgyűjtemények is, és ez a terv hát nyilván a rendszerváltással nem, így nem valósulhatott meg, de jó néhány eleme később a 1997-ben elfogadott kulturális törvénynél egy-egy eleme, visszaköszönt. A másik ilyen jellegű feladat volt, hogy mi ott a közművelődési tanács keretén belül például hosszan vitattuk az egyesülési törvényt, hiszen a közművelődés területén nagyon sok önszerveződő folyamat indult meg. Ennek egyik látványos és országosan ismert példája volt például a művelődési házakban a nyitott háznak a koncepciója, ami a Népművelési Intézetből indult ki, és ennek hát egyik fő ö, apostola Bekepál volt Vitányi Ivánnak a támogatásával, tehát ez akkor egy ilyen forrongó dolog volt, és kétségtelen hogy a művelődési házak az akkori rendszervált, majdani rendszerváltás előkészítő, ö, hogy mondjam, helyei is voltak közösségi helyként találtam a, a, interneten egy 1985-ből való cikkedet, amiben nagyon meglepő dolgokat mondtál, vitatkoztál alapvetően azzal, ami akkor egy ilyen közkeletű, több is, mint szlogán volt, hogy a kultúra nem áru, és arról értek ezt, hogy de igenis áru, illetve, hogy, hogy milyen strukturális gondok vannak, hogy a kultúra pénzbe kerül, nem is kevésbe, a törvény ugyan biztosítja a művelődéshez való jogot, de ez a sokakhoz nem jut el. Szóval ilyen állításokat nyilván más nyelvi megfogalmazásban, de akkoriban hát a szamizdatlapokban lehetett ö, olvasni. Hogy ez... Ö, ez bátorság kellett, vagy egyszerűen leírni a helyzetet? Tehát, hogy ö, azért ez nem úgy hangzik ez a szöveg 1985-ben, mint aki az állami kulturális vezetés részéről valaki megszólal. Én azt gondolom, hogy így most nem nehezen tudnám felidézni, de köszönöm neked. Valóban akkor volt egy vita, hogy áru -e a kultúra, és akkor volt egy ilyen klasszikus, azt hiszem 83-84 körül vitány Ivánnak egy ilyen gondolata, hogy nem az az izgalmas, hogy mennyi pénz kell a kultúrára, hanem mennyi vagy a kultúrához, hanem az az izgalmas, hogy mennyi kultúra kell a pénzhez és ugye ez az áru-e a kultúra, vagy nem, igen, tudomásul kell venni mind a mai napok, hogy igen, pénzbe kerül. Ebben óriási viták voltak, és én azt gondolom, hogy a hiába volt a közművelődési törvény, ennek a pénzügyi megalapozottsága, különösen a 70-es évek második felében, a 80-as évek első felében, ellentmondásos volt, és akkor nagyon diplomatikusan fogalmaztam. Tehát épültek új ö, kulturális intézmények, beleértve könyvtárak, faluházak, például Makovecnek nagyon sok ilyen épülete volt, amit például a közművelősi tanács is támogatott, Kakasdot szoktam mondani példának, de ugyanilyen volt Tiszaburán is, vagy kisebb településeken. Akkor volt az általános művelődési központoknak egy ilyen ö, felfutása, hogy egy kis településen együtt az iskola, az könyvtár, a közművelődés, hogy ne legyen párhuzamosság. Ezért abszurd dolog, hogy van iskolai könyvtár meg közkönyvtár egy pár ezres településen. Ez nem működik a dolog. Ez igazából ma sem így. A másik, ami szerintem ebben izgalmas lehetett még, legalábbis akkor, ahogy én ezt gondoltam, hogy mindig egy ilyen maradvány vagy maradék szemlélet volt a kultúra finanszírozására az állami költségvetésben, és hát akkor ez természetesen a ö, közigazgatás különböző szintjein is így jelent meg. Tehát amit... Azért te és... ez az elmúlt 30-40 éve se volt máshogy nagyon. Hát ezt te mondtad, és én ezt nem fogom cáfolni természetesen. Így van. Tehát ez mindig egy közelharc volt, hogy mennyi pénz jut akkor a kultúrára. Miért? Tessék elmenni, megnézni a svédeket, megnézni a finneket, nem most, Mondjuk 30 évvel ezelőtt maradjunk akkor ennél. Ők két területbe fektettek be, az egyik az oktatás volt, a másik pedig a kultúra. Tehát én jártam mondjuk Svédországban olyan kis településen, ahhoz fantasztikusan gyönyörű intézmény. És volt, Nagyon erősen a helyi kultúrába. És a helyibe, és akkor a helyi közösségeknek a ö, szerveződésében. Amikor 97-ben a 140-es törvény megszületett hosszú előkészültős után, és az akkori parlamenti pártoknak az egyetértésével, akkor is egyik kulcskérdés az volt, hogy honnan lesz finanszírozható. És nagyon sok olyan törekvés volt Múzeumi területen, könyvtári területen, közművelődés területén, amelyik ennek a lehetőségét mindig nem csak fölvillantotta, hanem volt is rá mód, akár tárca szinten, akár pedig a később ebben különböző formációkban pályázatokon. Én nagyon fontosnak tartom, hogy mondjuk a 90-es évek elején létrejött például a Nemzeti Kulturális Alap korábban volt ugye a közművelődési alap, volt kulturális alap, ez sok minden szempontból egységesült, és egy egészen gazdag pályázati lehetőséget kínál évtizedek óta. Hogy ez elegendő vagy nem elegendő, ezen nyilván vitatkozni fog mindenki. Szerintem biztos, hogy nem elegendő, sokkal többet lehetne fordítani, kellene fordítani a kultúrára, de ugyanakkor azt is látni kell, hogy a korabeli párt, hiszen ez egy pártállami irányításról beszélünk, a párt és az állami irányítás között ez mindig szlogen szintjén egy kiemelt feladatként jelent meg. A finanszírozás szintjén ez nem volt következetes. Azt hiszem ez az elegáns megfogalmazás beszéltél itt a, tulajdonképpen a házakról, vagy a közművelődés rendszeréről, mint a civil szféra, már a 80-as években is nagyon fontos, hát ilyen keltető helyéről, és 1990 után pedig a civil rádiót működtető KFT-nek az ügyvezetője volt, tehát, tehát valahogy a civil világ felé vetted az utadat. Mi volt a célotok, vagy a célod ezzel a hát, rádióval? Az volt az eredeti szándék, hogy legyen egy olyan, milyen érdekesen hangzik ez ma, legyen egy olyan országos rádiós hálózat, amely az ország minden pontján elérhető, és olyan közérdekű információkat osszon meg, most furcsa lesz, amit mondok, hogy például nagykörösön a paprika kilója 30 forint, most nem az összeg az érdekes, de 29 forintért meg lehet kapni mondjuk Kecskeméten, csak a közelség miatt mondom. És akkor ez egy olyan információ, amivel az emberek tudnak valamit kezdeni. Tehát az egy fontos szándék lett volna, nem valósult meg, de a szándék az fontos lett volna, hogy legyen egy olyan ö, rádió, amely közérdekű információkkal látja el a lakosságot. Ez a 90-es években szerintem egy. Nagyon újszerű kezdeményezés volt. Aztán a 90-es évek közepétől, vagy 97-től a főpolgármester hivatal tanácsadójaként dolgoztál velem együtt, itt, mint életrajzi tényt, ezt el Ingen. kell mondani, és aztán megpályáztad a Szabó Armin könyvtár vezetését. Mi dönt, miért döntöttél, -e, vagy hogy vagy, vagy kibíztatott erre, nem adta magát, hogy akkor hirtelen visszakerülj a könyvtári világba? Hát egyáltalán nem. Valóban ö, számomra az egy nagyon nagy lehetőség volt, amikor az elődöm kisjenő Jenő főigazgató úr megkeresett, hogy ő elmegy nyugdíjba, és mondtam neki, hogy hát tudom, mert láttam a papírt, és hogy a helyettes a pap István, aki egyébként néhány hónapja hunyt el, ö, ő is elmegy, és hát ők úgy döntöttek, hogy megkérnek engem, hogy pályázzak. Tehát ezt én magam, nem magamtól találtam ki. Én mondtam, hogy hát azért ez nem ilyen egyszerű dolog, hát ez az ország legnagyobb könyvtára. És akkor mondta nekem a főigazgató úr, hogy hát igen, ám csak a te előéleted olyan, amire most itt szükség van, mert hogy indul a nagy rekonstrukció, a nagy bővítés, és valóban, hát az előbb említetteken kívül azért a Déli Múzeum a rekonstrukciójának a végébe is részt vettem, beköltöztetés, újraindítás, tehát volt ilyen jellegű élményanyagom, és rövid gondolkodás után, és bizonyos családi egyeztetés után, ahol tulajdonképpen a két lányom mondta, hogy az való, lehet, hogy ez neked való. A feleségem nem, ő könyvtáros volt 25 évig, tehát ő nem volt ennyire lelkes, de végül valóban megpályáztam, és 98-ban meg is kaptam ezt a feladatot, ezt a lehetőséget. Én ezt mindig így fogtam föl, minden, az azt követő minden pályázaton, hiszen azért az valahol megerősíti az embernek a, a, a munkáját, ha kap egy ilyen visszaigazolást. És erre én mondhatom azt, hogy büszke vagyok, most félreértés. Ne legyen. Tehát én mindig egy hangulat kaptam meg ezt a megbízást. Három minden. különböző városvezetés. És három ideig. különböző városvezetésnél egyrészt kaptam egy bizalmat folyamatosan, másrészt nyilván voltak feladatok, és kaptam egy nagyon jelentős támogatást, ami nem csak anyagit jelentett természetesen. De azért az a rekonstrukció és bővítés, ami 98 és 2001 között zajlott a központi könyvtárban, annak azért itt neveket kell mondanom, ugye az emlegetett Pap István volt a szakmai megálmodója, és nagyon erős támogatással, ugye Kis ennek, mint főigazgató nyilván részese volt, egyáltalán, hogy a feltételek létrejöjjenek, a forrás megteremtésében pedig ugye Demszki Gábor főpolgármester, mm. és Magyar Bálint, aki akkor éppen a miniszter volt. Tehát ugyanis ez egy, az akkori rendszerint egy címzett támogatással készült el, az 80 állami támogatást jelentett, és 20 volt a az önkormányzatnak, tehát a fővárosnak a forrása. A könyvtáron belül pedig Deák Sándor, a gazdasági igazgató az egészet kőkeményen tartotta ö, a, a, kezébe, és Soron László, aki jött velem együtt főigazgató helyettesként, és a Pauza István főmérnök, tehát ez, mi négyesbe voltunk a kivitelező csapat, és ebbe az az érdekesség, hogy mind a mai napig, a Szabó Ervény könyvtár az egyetlen kulturális intézmény, amely saját maga bonyolítja a beruházásait, és azért ez egy részben egy bizalom, részben pedig, hogy van egy szakértelem hozzá, azért ne felejtsük el, hogy ez a beruházás három és fél hónappal hamarabb fejeződött be, mint a kitűzött határidő, és pénzkeretbe maradtunk. Tehát nem kellett plusz kiegészítés, és elkészült szerintem akkor az ország legkorszerűbb könyvtára, és talán Európában is figyelemreméltó, hiszen nagyon sokan jártak azóta is nálunk, mind a mai napig. Ugyanis ezáltal, hogy a könyvtár mondjuk egy majdnem száz évig kereste az útját, hogy hova legyen, újat építsenek ne, hiszen ezt kevesen tudják, hogy 1931-ben költözött a Wenkheim Palotába a város nyilvános könyvtára, és 70 évig, amíg ez a nagy felújítás, rekonstrukció nem jött, nem történt a kisebb átalakításon kívül semmi. Ugyanakkor a 1945 után mindenki kereste a helyét, hogy hol legyen a könyvtár. 70-es években például elkészült egy olyan terv, hogy a Baros utca elején, ahol most a virág által tervezett két üvegpalota van, oda kerüljön a könyvtár, mert közel van a venkeimhez. Mire elkészültek a tervek, nem volt rá pénz. A 80-as években fölmerült, hogy a vizafogóra kerüljön, mert akkor ugye ott épült egy új városrész. Elkészültek a tervek, mire a startpisztolynak el kellett volna dördülni, nem volt töltény benne. Hogy... Milyen jó, hogy ott maradt ebben a csodálatos. És ez volt a zseniális, a és volt még egy harmadik, ez már a rendszerváltás után, és akkor visszakerült volna az eredeti helyére, amely 904-ben megnyílt, a Városháza, vagy a Deák téri templom, tehát a Bárci utca és a Gerlóci utca között Idősebbek emlékeznek, volt egy földszinti üzletsor, bazársor, bazársor, aminek az mely az volt, hogy ott volt egy, egy emeletes épület, és annak két szobájában volt eredetileg a könyvtár, és azt hiszem talán egy külföldi francia befektető egy kulturális központot akartott csinálni, bevásárló központot, amelynek része lett volna a könyvtár. De ez 93-ra szintén elbukott. Na akkor történt a főváros és a kormányzat közti összefogás, és akkor született ez a döntés. Szerintem mindmáig a uh, legjobb, hiszen olyan helyen van, olyan közlekedési csomópontban van, amely mindenki számára elérhető, és ez egy nagyon nagy dolog. Egy adalékot hagy mondjak. Korábban, hosszú évtizedekkel ezelőtt az volt a Könyvtárról alkotott kép, hogy csend legyen. Lépni nem lehet benne, mert például a könyvtár még nem jött a Weinkheimbe. Például volt egy olyan fővárosi rendelet a gépkocsik elterjedésével a 20-as években, hogy amikor a könyvtár nyitva van, azon az utcán nem haladhat végig gépkocsi, mert zavarja az olvasókat. Ez a koncepció még a 60-as években is érvényesült a József Attila lakótelepet, ahol a lakótelep szélén tényleg csendes helyen van a könyvtár, de például nincs tömegközlekedés. És az egyseri részen lakók, az egyseri úton felé lakók már nem mennek oda. Iszen Tehát ezek van. ilyen izgalmas dolgok, azt hiszem, vagy érdekes adalékok. Pedig az az érdekes, hogy már a, tulajdonképpen az elődeid esetében a kezdet-kezdetén már Szabó Ervinnél, Magyar Józsefnél is felmerült, hogy ez több, mint könyvtár, hogy ez a valahogy a, a, a művelődési hálózatnak is egy fontos része, és ott nem csak e, csendes tanulás meg, meg olvasás van. E, beszéltünk a központi épületről, meg annak a felújításáról, de a Szabó Ervin könyvtár nem csak a Venkány Palota, hanem hát egy, 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 elég nagy hálózat. 49 könyvtár van most Budapesten, hogyha jól tudom. Ez nemzetközi összehasonlításban egy hasonló városnál, ez sok vagy kevés? Tehát tényleg mi egy, hogy mondjam, egy könyvfőváros vagyunk a nagyvárosokhoz képest, vagy tulajdonképpen ilyennek kell lennie egy ekkora városnál? Ez egy nagyon fontos és érdekes kérdés, mert Mondjuk Párizs nagyobb, mint Budapest. Ott körülbelül 60 és 70 között van a könyvtáraknak a száma, de Budapesten volt a 70-es évek végén, amikor 118 tagkönyvtár volt. Na most, hogy ezeknek a berendezése, elhelyezése, minősége milyen, erről sokat lehetne írni, beszélgetni. Tehát volt, amikor Szenes Raktárból lett kialakítva egy könyvtár, és az ugyanúgy tak könyvtár volt. Ez az 50-es éveknek a voluntarista uh, hálózat fejlesztése, és ha már említetted Szabó Ervint, Magyar Józsefet, vagy nem említhetjük DNS Lászlót, Braun Róbertet, Kőhalmi Bélát, akkor a beliből már akkor elkezdett, tehát a, a tízes években elkezdték a hálózatot építeni, Ilyen volt például az Almási téren megépített könyvtár, ami erre a célra épült. Ma ennek az utódja a Rottenbiller utcai könyvtár, vagy a Vág utcán. Az nincsen már, meg ez sem. De ezek mind azt jelentették, hogy valóban egy széles hozzáférési lehetőséget biztosítani. És ezt úgy gondolom, hogy ma ezzel a 49 könyvtárral egy minőségi váltásra került sor a, nem csak az elmúlt 25 évben, hanem már azt megelőzően, hiszen azért a 70-es, 80-as években épültek könyvtárak. Tehát most például a 18. keletben a Tököli úti könyvtár, vagy akkor épült az Eteleuti Könyvtár, ami klubkönyvtárnak épült, vagy például a Dagály utcai Könyvtár a 80-as évek elején. És én azt gondolom, hogy az a hálózatfejlesztési koncepció, amely arra törekszik, hogy valóban ne csak egy kölcsönző hely legyen, tehát könyvet kiveszek, visszahozok, vagy helyben olvasok, hanem legyen az adott, lakos, lakó környezetnek a kulturális központja. De ami ettől sokkal izgalmasabb, és akkor mielőtt még a hálózatnak a tovább lépéséről szólnék, a Covid volt az az időszak, ahol kiderült, hogy a könyvtáros kolléganőink, kollégáink nagyon kreatívak. Diavetítést csináltak, hiszen gyerekekkel otthon volt mindenki kézműves foglalkozásokat, tehát olyan online kapcsolatot lehetett létesíteni a könyvtárral, ahol a könyvtár mesét olvastak a könyvtárosok. Tehát volt egy olyan, tehát nem, nem szakadt meg azzal, hogy kénytelenek voltunk bezárni. Amikor már lehetőség volt, akkor cserepontokat csináltunk minden könyvtárba, Akár volt, ahol ablakon keresztül adtuk ki a megrendelt könyvet, volt, ahol ajtón keresztül, mert nem lehetett bejönni az épületbe, a visszahozott könyveket fertőtlenítettük. Tehát ezeket, ezek nagyon jó visszajelzések voltak, és például az időseknél figyeltük meg a kerületekben lévő könyvtároknál, hogy hosszú ideig még fönt kellett tartanunk a cserepontot, mert nem mertek. Még a COVID után bejönni a könyvtárba. És ezt mi figyelembe vettük. Kicsit ugorjunk vissza a COVID-tól, hiszen ezt az egész negyedszázados ciklus például az is jellemzi, hogy beszéltél, hogy a 70-es években nyíltak új könyvtárak. Na de hát az az igazán meglepő, hogy az elmúlt negyed században is, hát a te ciklusodban, ugye jól számolom, 16 új Igen. fiók könyvtár nyílt több felújítás is kötődik a te nevedhez. Nekem a személyes kedvencem a 2021 mennyét körúti könyvtár, oda én magam is járok, vagy tavaly megnyílt a kibővített soroksári könyvtár, hogy külvárost is mondjunk. Szóval a kérdésem az, hogy van-e ennyi könyvtárra igény, miközben azt látjuk, hogy folyamatosan csökken a rendszeresen könyvet olvasók száma Magyarországon. Mind a kettő igaz. Erre ezt tudnám mondani, és azért fordítom így ezt a lapot, mert itt vannak azok a forgalmi adatok, amik sok mindent erősítenek abban, amit mondtál. Az egyik az, hogy a kölcsönzött és visszavett dokumentumoknak a száma, az mondjuk 2023-ban pár tízezer kötet hiány, majdnem két millió volt. Tehát még mindig kölcsönöznek abba az igaz, hogy kevesebbet. Más megváltoztak a könyvtár használati szokások, ami azt jelenti, hogy ma is járnak könyvtárba az emberek, de csak azért, hogy helyben ott lapozgassanak, olvassanak, vagy a fiatalok mondjuk a központi könyvtárba, vagy az általad említett körúti könyvtárba. Éppen tegnap voltam a körúti könyvtárba. Rengetegen ültek, tanultak. Ezt megerősítettem, hogy néha nem lehet leülni. Tehát reggel 9-től este 7-ig ott folyamatosan jönnek, nagyon sok külföldi egyetem is oda, mert nagyon jó helyen van, és nagyon jó könyvállománya van. Ugyanakkor lehet dolgozni. Na most ez azt jelenti, hogy például mi mindig a 19-hez hasonlítjuk mostanság az adatokat, mert az volt az utolsó béke év, amikor nem voltunk bezárva. Csak mondanám, hogy a beiratkozók száma, akik új beiratkozók voltak, 19-ben 144 ezer fő volt. Most kerek számot mondok. Ez a szám 2023-ban meghaladta a 150 ezeret. Tehát ez ilyen szempontból egy emelkedés. És azért nagyon érdekes, mert az országos KSH adatokat nézzük, a könyvtárak használatáról, akkor ott országos szinten csökkenést látunk. Igen. Tehát, hogy miközben országosan azt kell elkönyvelni, hogy egyre kevesebben járnak könyvtárba, Budapesten ez nő. Egyébként ez párhuzamosan azzal, hogy miközben ma már a felnőtt lakosság kisebbségét képviselek azok, akik rendszeresen valamilyen rendszerességgel könyvet olvasnak, Budapesten ez fordítva van, itt a többség még olvas. Hogy ez egyszerűen egy szociológiai tény, hogy Budapesten többen olvasnak, vagy ehhez kell tenni valamit a könyvtári hálózatnak, hogy ez, a, ez, az olvasottsági szint, ez fennmaradjon. Én azt gondolom, hogy ezt erősíteném, és tenni kell hozzá, az kevés, hogy könyv van. De mit csináltok másként? Én azt gondolom, hogy ez a könyvtárosainkon múlik, ahol különösen a külső kerületekben személyes a kapcsolat. Tehát pontosan tudja a könyvtáros, hogyha bemegy egy idősebb olvasó, hogy ő miket szokott vinni. Ez szerint ajánl neki, vagy ez szerint készíti neki ki a könyvet. Másrészt pedig ne felejtsük el, hogy az a programsor, amit a Szabó Ervin könyvtár egy évben lebonyolít, amiről beszéltünk, kiállítások, előadások, vitaestek, kézműves foglalkozások, ezek száma azért éves szinten megközelíti a négyezret. Azért osszuk el a... Tehát ez 49 a, a, a kultúrházak hálózatában sem lenne egy... Elbetemlős. Én azt mondanám, hogy a közösségi művelődésnek egy nagyon komoly helyszíne, másrészt pedig nagyon sok olyan kezdeményezés van, amely a helyi identitást erősíti itt említetted, és ennek nagyon örülök a Soroksári könyvtárat. Valóban tavaly két ütembe adtuk át, ahogy elkészültünk a felújítással, és egy olyan szakmai gárda van ott, olyan könyvtárosok vannak, akik Soroksárnak ugye egy önálló identitás, soha nem volt szerves része Budapestnek. Nem földrajzi adottsága miatt, hanem kulturálisan. kulturálisan. És a helyi sváb hagyományokra, a helyi ö, olyan művészeti, amatőrmozgalmi és egyéb erő vagy jelenségeknek a fölkarolása, ismételt felfedezése. Ez a könyvtárnak egy olyan nyitottságát jelenti, és ismertségét is az adott településen vagy városrészben, ami ez segíti. Ugyanakkor olyan korszerű dolog is megjelent, mondjuk Soroksáron, ami az automata kölcsönzést jelenti, és ezen kívül 0-24-ben lehet az előre megrendelt könyvet olvasói egyel átvenni a lokkerrel. Ez azt jelenti, hogy bekészítik a könyvtárosok egy szekrénybe, az olvasó éjjel egykor ráér, bemegy, ő be tud menni egészen eddig a lokkerig, az Mint egy bankautomatához a bank. Így Fióba. van, pontosan, és el tudja hozni a könyvet, vagy amit visszahoz, az be tudja tenni. Ezt szeretnénk most a fővárossal és a kerületekkel közösen ö, legalább egy 13-15 helyen elterjeszteni, mert ezzel is elő lehet segíteni azt, hogy van, aki ráér, abba az időben megjeleni, amikor nyitva van a könyvtár, de van, aki erre nem. És nagyon szeretik, különösen a fiataloknál, Érzékelhető ez. Említetted a 16 könyvtár építését. Azért nyilván ez egy nagyon nagy dolog, ennek a trambulinja, ha szabad ezt a kifejezést használni, éppen a központi könyvtár volt. Hiszen ott indult el egy informatikai fejlesztés, ami az egész hálózatra kiterjedt. Akkor indult el egy központi szerzeményezés és központi feldolgozás ami lerövidítette az újdonságnak a megjelenését a könyvtári polcon. Ez egy nagyon komoly újítás volt a 2000-es évek elején. Ma pedig azt kell mondanom, és ezt nagyon szeretném kiemelni, hogy ezek a könyvtárok részben a fenntartó, tehát a főváros forrásából, részben a kerületek forrásából, részben állami forrásból, Részben pedig a könyvtárunk a költségvetéséből valósult meg. Tehát van olyan könyvtár, csak példát mondok. Mondjuk a 12. kerületben az Ugocsa Könyvtár az úgy jött létre, hogy a kerülettel olyan kapcsolatunk volt, hogy találjuk ki, hogy hogy lehet korszerűbben elhelyezni, megújítani a könyvtárat. És kiderült, hogy az Ugocsa Mozi már nem úgy működik, mint mozi. És a kerület fölajánlotta, és elkészült az Ugocsa könyvtár, egyik leglátogatottabb könyvtárunk. Vagy egy másik példát mondok, hogy Budafokon nem volt Budafok belvárosában olyan hely, ahol korszerű könyvtárat lehetett volna csinálni, mert nem volt se ingatlanja a fővárosnak, nem volt épület, és ahol volt a könyvtár, az pedig nedves, szóval nem volt jó és akkor a kerülettel összefogva sikerült találni egy olyan területet, ahol sikerült megépíteni egy 1000 négyzetméteres könyvtárat. Nagyon jó forgalmú. De ugyanígy tudom mondani az általad az említett körúti könyvtárat. Hát hihetetlen, hogy a körúton van egy könyvtár és azt látja a négyes hatoson, aki elmegy. mindenkinek ajánlom, hogy nézzem be a villamosról este, e, hogy ott milyen élet van. Igen, és ott mindig tele van, tehát ott, ott, nincs ilyen jellegű probléma. De ugyanúgy tudok olyan a külső kerületben lévő könyvtárat említeni, például a Vasút utca pest Imrén, amit a akkori városvezetés, már, mint a kerületi vezetés készítette el és mi megkaptuk a kulcsot. A 22. kerület, a nagy tétényi volt orzatos zsidóim a ugyanígy hozta létre. És ténylegesen ezek nagyon remekül működnek. Vagy a 13. kerületben a Ramban lévő könyvtár, amely két kicsi könyvtárnak a integrációjából lett. Ahol megkaptuk a vázat, szerkezet készen, és akkor mi be tudtuk fejezni, meg berendeztük. Tehát én ezeket a kapcsolatokat, ezeket az együttműködéseket azért tartom nagyon fontosnak, mert a kerületek érdekeltsége maximálisan megvan, hiszen a helyi lakosságot szolgáljuk ki. Túl az alapfeladatom meg a hálózat fejlesztésén olyan ügyekbe is belevágtatok, ami nem klasszikusan egy könyvtári feladat, vagy nem így gondolkodunk rajta. Ilyen például itt a buksóban is volt szó a Budapest nagyregényről. Azért az nem egy, nem egy klasszikusan könyvtári feladat, hogy egy ilyen nagyon szertágazó dolgot, aminek csak egy könyv, aztán a, a befejezése felvállaljon, vagy az operatív hátterét biztosítsa. Hát ez egy része volt, és szerencsésen meg is valósult a Budapest Könyvfőváros 2023 programnak, amelynek egy eleme volt például a Budapest Nagyregény, ahol minden kerületben a könyvtáraink, ha szabad így mondanom, a hátteret, a organizátori feladatot töltötték be, látták el, Segítettek olyan emberekkel összehozni az alkotókkal, akik tudtak mesélni, hiszen ha végigolvassuk a 23 kerületnek, ha a nagyregény részét, akkor látjuk, hogy ebben nagyon sok személyes van, az alkotó részéről is természetesen, meg az ott élő lakosság részéről is. A másik, hogy ez a könyvfőváros program azért azt is jelentette, hogy a könyv az olvasás népszerűsítésében a könyvtár nagyon komoly szerepet vállalt, akár az ünnepi könyvheteken, akár a Nemzetközi Könyvfesztiválon. De akár tavaly, például két májusi hétvégén, hosszú hétvégén nagyon sok pályázónk volt, akik programot valósítottak meg, például a Kristály Szintérben. És ez még az idén is folytatódik, részben az ünnepi könyvféten, részben pedig természetesen a <kül> Nemzetközi Könyvfesztiválon, és azok a beszélgetések, amik az olvasásról neves, ismert, Ö, személyiségeknek a megnyerése, hogy népszerűsítsék az olvasást. Ez azért mind az ünnepi könyvféten, mind a könyvfesztiválon megjelenik. Azért ne felejtsük el, több mint 110 szervezet, egyesület, civil formáció pályázott és nyert el támogatást. És ezeknek a programja azért nagyon gazdagítja a város kulturális életét. A másik ilyen, amiben szerintem szintén szerepünk volt és vállalkoztunk, ez a Budapest 150-es évforduló, ami még az idén is tart. A könyvtár csinált egy megörökölt város címmel egy vándorkiállítást, aminek a bemutatója nyilván a központi könyvtárban volt. És azóta már több helyen mutattuk be, megyei érdeklődés is van oda is, tehát az ország más pontjaira is fogjuk szállítani. Másrészt volt egy előadás sorozat a város ö, szellemi életével kapcsolatosan, és ebbe az volt az izgalmas, hogy a három közgyűjtemény, tehát a Budapest főváros levéltára, illetve a Budapesti Történeti Múzeummal a Szabó Ervén közösen alakította ki ezt a koncepciót. Csináltunk egy metró kiállítást is ezzel kapcsolatban, és ö, az idénre tervezünk egy olyan előadássorozatot, ami például a ö, város tízes éveire vonatkozik, tehát a 150 en belül, hiszen azért a bárci korszak az egy meghatározó története a város történetének, nem csak az iskolákkal, vagy éppen mondjuk a mai Dózsa Györgyüti népszálló építésével, hanem egyáltalán a szociális érzékenységnek a megjelenítése. És ne felejtsük el, hogy abban az időszakban készült el Lajta Bélának az első könyvtári terve, és hova? a mai második János Pál pápa azt A tervezőt kifizették, de az első világháború elvitte a megvalósítást, és így jutunk el gyakorlatilag a mai központi könyvtárig. Tehát ennek van egy ilyen éve is. Ugye mindaz, amit hallottunk, azt is erősíti, hogy az nem adja magát ingyen, hogy, hogy olvasók legyenek egy városban, azért sokat kell tenni. Így utoljára azt szeretném megkérdezni, hogyha tegyük fel, hogy most háromszor, sőt, Ötször annyi pénz állna rendelkezésedre, mint amennyi ma. Akkor mit csinálnál a könyvtári hálózattal? Hát egyrészt azokat a <hül> meg nem, még meg nem valósított rekonstrukciókat ö, csinálnánk meg, másrészt pedig meg kell vizsgálni azt, hogy azokon az új város részeken, amelyek az utóbbi mondjuk két évtizedben létrejöttek, ott milyen én így fogalmaznék tágabb értelemben, milyen kulturális művelődési igény jelentkezik. Például kell -e ott könyvtár, vagy kell -e ott egy közösségi hely. A másik egy nagyon komoly olyan informatikai fejlesztés, ami nagyon komoly lépést tud tartani azzal a... hát, Egyéni eszközöknek a könyvtárba illő használatával, ami elő tudja segíteni mondjuk a távhasználatnak a továbbfejlesztését, hiszen olyan adatbázisokkal rendelkezünk és vásárolunk ilyet, amit a beiratkozott olvasó otthonról éjjel-nappal hozzá tud férni. Tehát ez a tanulás, kutatás, vagy egyéb publikáció szempontjából fontos. Másrészt pedig nyilvánvalóan egy olyan ö, otthonosság megteremtését a könyvtárakba, hogy valóban ne egy kölcsönző helynek szerintem, és bízom benne, hogy egyik könyvtárunk sem csak kölcsönzőhelyként, hanem egyre inkább közösségi helyként is működik, és talán Amire még nagyon komoly pénzt kell, kellene fordítani, az azoknak a régi könyveknek részben a digitalizálásra, ami csak nálunk van meg, hiszen ez egy koncepcionális kérdés, hogy nem minden digitalizálunk, ami az állományban van, mert nem elsősorban szép irodalom, meg egyéb nem a mi feladatunk, hiszen az a nemzeti könyvtárban mindegyik megvan, tehát ott kell digitalizálni, csak akkor csökkenthetjük mindig a párhuzamosságot, hanem azokat, amik egyedileg nálunk vannak meg, és ez nem csak a Budapest gyűjtemény anyagára érdekes, és talán még egyet, hogy legyen bőven forrás arra, hogy a kollégáinknak a megbecsültsége az ne törjön meg. Hát akkor innen is arra biztatom az állami, meg önkormányzati döntéshozók kassza kulcsainak őrzőit, hogy ne feledkezzenek meg a Szabó Ervin könyvtárról, mert ott nagyon szép dolgok és nagyon fontos dolgok zajlanak. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen a lehetőséget.